sci-fi rajongók örvendhetnek, mivel megjelent egy olyan regénysorozat a magyar piacon, amely szórakoztatni akarja az olvasóit, és mint ilyen, azt kell mondjam, hogy sajnos hiánypótló. Üdv mindenkinek, én Snellman vagyok, ez itt a Sentinel Kritika, benne pedig James S.A. Corey Leviatán ébredése című regényével. A kortárs science fiction irodalom egy olyan téma, melynek hallatán mindig picit elszomorodom. Eddigi olvasmám élményeim alapján a modern sci-finek rengeteg túlértékelt, illetve túlságosan is rétegelt művei szerzője van. Olvastam már Alastair Reynolds-tól, Greg Egan-től, Peter F. Hamilton-tól, Paolo Bacigalupi-tól, Vernon Lynch-től és sok-sok más napjaimban is alkotó sci-fi-írótól. Akadnak jó regényeik az életművekben, ehhez ugye nem fér kétség, de a szórakoztató faktoruk valahol a nullán helyezkedik el. Mint a szándékosan egy rétegnek írnának nehezen befogadható műveket, melyeket csak egy kellőképpen tájékozott olvasó képes megérteni és élvezni. A karakterek még véletlenül sem egyediek vagy kidolgozottak, a cselekmény elveszik a szilárd tudományosságban, vagy a túlságosan is erős atmoszféra teremtésben. Épp ezért vagyok óvatos ezekkel a regényekkel, pláne ha azok meghaladják a 400 oldalt. A Leviatán ébredése a maga 584 oldalával tehát erőteljesen riasztott. De a róla íródott pozitív értékelések hatására úgy döntöttem, hogy hát, talán megéri belevágni. És egyáltalán nem bántam meg. Sőt, nagyon régen volt már dolgom ennyire szórakoztató sci-fi regénnyel. Szerencsére nem csak nekem tűnt fel, hanem a filmkészítőknek is. Ugyanis várható belőle egy tévésorozat hamarosan. Na akkor lássuk, miről is szól ez a könyv. A Leviatán ébredése a 9 részes a tervezett térség sorozat első könyve, és egy olyan jövőben játszódik, amelyben az emberiség már kirajzott a világűrbe, és több bolygón is kolóniákat hozott létre. A gyarmatok közötti viszony nem éppen rózsás, és csak egy kicsi választja el őket attól, hogy kirobbantsanak egy háborút. Két főszereplője van a sztorinak. Az egyikük az idealista Jim Holden kapitány, aki legénységével rábukkan a Scopuli nevű elhagyatott hajóra, és amit ott találnak, nos, azért sokan gyilkolnának. És gyilkolnak. És gyilkolni is fognak. A másik nézőpont karakter Miller nyomozó, aki Elijah Bailey és Rick Deckard kombinációja. Egy kiégett nyomozó, aki a Cereszen tengeti napjait, míg meg nem kap egy megbízást, egy Julie Mao nevű lányt kell megkeresnie. Ez nem hangzik annyira bonyolultnak, de a nyomozás szálai Holdenhez és egy lázadó szervezethez vezetnek el. Nem is beszélve egy egész galaxist fenyegető vírusról. A történetnek bár akadnak unalmas, döcögő pillanatai, nagy részt izgalmas, gyorsan pörög és okoz bőven meglepetéseket. A szereplők szerethetőek, és gyakran vannak vicces vagy elmés beszólásaik. Amoson sokat nevettem. Tökre olyan volt a stílusa, mint Jane-nek a Firefly-ból, csak Amos többet káromkodik. Hogy mi a Leviatán ébredésének a negatívuma? Nos, a legnagyobb pibája az, hogy arra, amire James S.A. Corey álnéven író Daniel Abraham és Ty Frank szánta, arra tökéletes. Nem váltja meg ugyan a világot, nem fogja csúcsra vinni a sci-fit, de nem is akarja. Csak annyit vállal, amennyit elbír, és azt pedig ügyesen és kitartóan cipeli. El se hinnétek, mennyire üdítő hatással volt rám ez a regény, a sok kemény sci-fi és sötét disztópia, meg a sok-sok betegemnél beteg cyberpunk és New Wave munka olvasása után. Persze azért nem tudnék évekig csak ilyen sci-fit olvasni, de pont jókor talált meg. Több olvasó is jelezte, hogy visszaadta a science fiction-be vetett bizalmukat ez a könyv, és ezt meg is tudom ám érteni. Nagyon nagy szükség volt már egy ilyen szórakoztató űroperára. Magyar kiadás is egész jól sikerült. Galam Zoltán jó munkát végzett, mint fordító, a kötet igényesen van megszerkesztve, az eredeti borítót használja, melyet állítólag a kiadó egy vagyont fizetett. Hát szerintem azért annyira nem a poszi ez a borító, hogy sokat kéne fizetni érte, legalábbis ennél már szebbeket is láttam magyar alkotóktól, akiknek gondolom nem került ennyibe a borító tervezete. Ami legjobban meglepődtem, hogy képesek voltak közel ugyanannyi oldalra kihozni ezt a könyvet, mint az eredeti angol változat. Lenyűgöző, mert a magyar könyvek általában vagy hosszabbak, vagy rövidebbek szoktak lenni az eredetiknél. Igen, csak meglepett, hogy ezt most ugyanolyan vastagra sikerült kihozni. Az ára éppen annyira vészes, bár ez a közel 4000 forint azért furcsa lehet így, de ez a könyv szerintem bőven megér annyi pénzt, higgyétek el. Kiknek lehetne akkor ezt ajánlani? Hát a sci-fi iránt érdeklődő, de a regényektől eddig tartózkodó rajongóknak mindenképpen nagy élmény lesz. Ezen kívül tudom ajánlani a politikai és a háborús konfliktust kedvelőknek, a kikapcsoló regényeket keresőknek és azoknak, akik szeretnének két kemény sci-fi között tartani egy kis pihenőt. A következő kritikám tárgya
Robert Holstock klasszikus fentezie, a Mitágo erdő lesz. Sziasztok!